Run up, no shoot at a plate on your throat. Tread lightly, I might just be losing my psyche. See zombies, they malice inside of my... Hát gyönyörű szép napot kívánok mindenkinek, kedves kollégák! Elérkeztünk egy újabb videóhoz, amely videóban a műtrágyázás folyamatát szeretném nektek demonstrálni a Farming USA 2-be szintén. Csak előtte nem mossuk a gépet, mert hát azért na, csak nem úgy megyen az, hogy itt egy igénytelen módja. Összeállunk a gépbe, ugye üzemanyag 100%, nitrágyaszóró is fel van töltve. Amíg oda megyek a földhöz, amit trágyázok, ott itt lesz egy kis vágás. No, gyerekek, akkor meg is érkeztünk a földhöz. Hát a kis öreg John Deere 4650-essel fogok trágyázni szépen. Be is kapcsolom a trágyaszórót. Aztán adjuk neki. Ugye a trágyázás azért fontos, mert akkor jobb lesz a terményhozam. Két fajta trágyát különböztetünk meg, műtrágyafajtát, van a nitrogén műtrágya, meg van a foszfor műtrágya. Ugye azért fontos, mert ugye a földet, hogyha trágyázok, egy az, hogy jobb lesz a terményhozam, másik pedig az, hogy a földből nem lesznek az értékes tápanyagok, amik szükségesek a kultúrnövény növekedéséhez. Ezáltal ugye tud a földből táplálékot kivenni a fejlődés alatt a növény. És ugye ezért kell trágyázni a földet. Hát ugye ez lehet műtrágyával is, meg lehet szerves trágyával is, illetve szerves trágyaközés lehet a hídtrágyával. Ugye a hídtrágyához lehet a sertéstelepből is hozni, lehet a szarvasmarha tenyészetből is hozni. Igazság szerint szerves trágyát, és akkor ugye azzal betrágyázni a földet. No, akkor kérem szépen, veszünk szépen egy új sort, találjuk egy új sort. A trágyázásnak, aki úgy nem igazán biztos magában, hol tart, hol tartott éppen, akkor itt ebben a játékban van ilyen, hát én csak ilyen sort követőnek hívom, ugye leteszi ezt a zöld csíkot, és akkor ugye a gépen a zöld csík mentén körülmennek. Hát én ugye ezt nem használom, meg én már hát nem nagy képviségű, de én már szinte majdnem a rutinból csinálom az egészet, mert azért már elég sok ideje játszok a farminggal, én már ezeket így rutinból csinálom, ugye azért nem használom, ezt csak megmutattam így a videó kedvéért. Ja, meg ugye van légi műtrágyázás, légi permetezés is, ugye azt úgy lehet megcsinálni, hogy belementek ebbe a menübe, itt van ez a Service felirat, és akkor itt van, hogy Corp Duster Service, és akkor itt van Field 1, Field 2, Field 3, Field 4, azok a szántóföldek felsorolva, és mit tudom, ugye amelyikre rányomsz, oda fogja küldeni a repülőt, és akkor ugye hát megtörténik a légi műtrágyázás, vagy a légi vegyszerezés, kinek hogy tetszik tulajdonképpen, ízlések és pofonok. No, most már ezt is tudjátok, és
hogy láthatják, hogy szépen szóljon a műtrágyát. Lehet, hogy a kijelző fényegre veszek föl magamnak egy picit, mert hát ez így nagyon gyenge, és nem olyan látom, hogy hol tartok. Azokból, hogy a telefonom is roppantul megül, tehát hogy látok, 13%-on volt a telefon, szóval ez egy elég rövidke videó lesz, viszont úgy éreztem, hogy mindenféleképp, mindenféleképp egy ilyen hiánypótló lesz ez is, úgymond. Így is van, látok nézetet. Kicsit följebb jövünk a földre. Rágyos szívek. Aztán tavaly. Hát tulajdonképpen így erről szól, ugye elműt rágyázva, szépen megcsinálva, előkészítem a vetéshez. Ugye ezt a trágyázást ugyanígy meg lehet csinálni ősszel is, kukoricatarló után, de igazság szerint meg lehet csinálni búzatarló után is, de jó Isten, gyerekek, lefogok meg. Szóval igen, ezt lehet egyből aratás után is csinálni ezt a trágyázást, sőt, én leginkább betakarítás után tudom ajánlani ezt a trágyázást, mert akkor ugye a szántás, vagy a tárcsázás, vagy a kultivátorozás után ugye egybeforgatja a tarlón megmaradt tehát a tarlón megmaradt növény maradványokkal forgatni szépen, és ugye ezáltal is még több tápanyagot vissza tudsz pótolni a földbe, ezáltal még jobb lesz a következő szezonra a termény hozom. Úgyhogy gyerekek, viszont én megköszöntem mindenkinek a figyelmet, ez egy ilyen rövid kis videó volt, a következő videóban találkozunk, sziasztok!